Kedves nézőink, Önök Ma Holnap című közéleti magazin műsorunkat látják. Jó estét kívánok! A mai adásban azzal foglalkozunk, hogy igencsak szalad az idő, és már eltelt az 5 éves önkormányzati ciklus első fél ideje. A 2019 őszi önkormányzati választások óta tehát 2,5 éve regnál az új városvezetés, ami talán már nem is annyira új. Nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, voltak nehézségek, és voltak sikerek is. Van tehát miről beszélni, értékelni fogunk. Köszöntöm a stúdióban dr. Nemény András, Szombathely megyei jogú város polgármesterét. Jó estét kívánok! Mindenkit, jó estét! Nagyon jól emlékszem, a választások éjszakáján itt járt stúdiónkban, és akkor beszélgettünk arról, hogy a friss eredmények tükrében milyen tervekkel, álmokkal, reményekkel látnak neki a város vezetésének, de azt hiszem, akkor senki nem sejthette, hogy ez mennyire rögös lesz ez az út. Ha csak néhány példát említek, a pandémia, a kormányzati ellenszél, a háború, az infláció, amit napjainkban megélünk, nagyon sok nehézséget kellett kezelni, került-e ez valamennyire, illetve mennyire hat ki ma Szombathely életére mindez? Hát igen, ezt nem láthatta előre, senki se, nagyon nehéz 2,5 év volt, nem csak önkormányzati szempontból, én azt gondolom a kormányzatnak se volt könnyű, meg hát a lakosságnak sem volt könnyű, talán a lakosság most érzi leginkább az infláció miatt azt a részét, ami a megélhetési kérdés, de a Covid alatt is voltak ugyanilyen problémák, tehát azt tudom mondani, hogy igen, együtt sírunk, nevetünk, most a sírásból jutott ki több. Nagyon sok elképzelésünk volt, amiket nem adtunk fel, tehát igazából ennek ellenére, hogy ilyen nehézségekkel kell szembenézni, ugyanazokat a vállalásainkat tartjuk, és szeretnénk a ciklus végére, amit csak lehet megvalósítani, úgy látom, hogy nagyon-nagy arányban ez meg is fog tudni valósulni. Nem minden pont úgy, ahogyan szerettük volna, de mégis lesznek eredmények, meg vannak is már eredmények. Mi az, amit legnagyobb sikernek tart az elmúlt 2,5 évből, hiszen a nehezített pálya ellenére azért voltak ilyenek is? A több ide is eszembe jut így egyszerre. Talán ami a lakosság szempontjából a legfontosabb és látványosabb, az mondjuk a tömegközlekedésnek az átalakítása. És ez nagyon ritka az országban, hogy ilyen sikertörténet. Jönnek is más városokból, holnap is jön az egyik polgármester, aki meg akarja nézni, hogy egy ilyen csere mondjuk az ő városában mit jelentene. Tehát az igazi minőségi cserét tudtunk a Blagusszal megvalósítani, ami egy közbeszerzési kiírás eredményeképpen jött, és ezt mindenki tudja, hogy sokkal minőségibb buszokat tudtunk hozni, ami persze vannak még rengeteg feladat, amit meg kell oldanunk, a lakossági visszajelzések alapján fogunk is változtatni, de ez egy nagyon jó irány. De mondhatnám mondjuk a közösségi bérlakás rendszert, amelyik meg még díjat is nyert, a kormányzat által adott díj, ez a belügyminisztérium adta, és egy országos modellt akarnak belőle kiépíteni, vagy mondjuk a háziorvosi életpálya modell, vagy hogyha személyesebb érzelmi sikert akarnék mondani, akkor itt a pandémia idején amikor az egészségügyi díj átadások voltak, akkor a háziorvosok meg az orvosok megleptek minket azzal, hogy ők is átadtak nekünk egy díjat, mert úgy érezték, hogy igazából segítségükre tudtunk lenni ebben a nagyon nehéz időszakban. Ami ha visszapörgetjük az időkerekét, akkor azért mindenki tudja, hogy mást éltünk meg akkor, amikor egy bizonytalan, ijesztő dolog jött szembe velünk, és most más már több, mint 2 év után, amikor azt tudjuk mondani, tudjuk, hogy mi történt és hogyan zajlott, de akkor az ott azt gondolom, hogy egy olyan működés volt, amit elvártak az emberek. Tehát tudnék mondani még ezen kívül nagyon sok minden mást is, amire azt gondolom, hogy tudtunk elérni, és vannak olyanok, amiben bizony vannak lemaradásaink. Mondjuk az 1000 fal programból valamivel több, mint a fele tudott megvalósulni, holott én azt szerettem volna, hogy egy év alatt ez teljesüljön, de már akkor látszott, hogy a költségvetési számok azok nem fogják tudni hozni a pandémia miatt, és így más megoldást választottunk, és így megpróbáltuk szétosztani, és nem csak az önkormányzat terhével megvalósítani ezt a programot. És ez most csak egy példa a sok közül. A sikerek sorában nem említetted, de talán emlékszünk rá, hogy a SÖPTÉ-vel való megegyezés és az iparterületek belterületi vonása és a eladása, ez igazából a város jövője szempontjából kulcskérdés is. Ez így van, és lehet, hogy ezt kellett volna mondanom elsőre, csak ugye a lakosság számára ez nem annyira érthető. Ennek a következményei az inkább az, hogy most túl tudtuk élni az elmúlt éveket. Tehát ez valóban egy óriási siker, hogy hát évtized után sikerült megállapodni SÖPTÉ-vel. Szombathely közigazgatási területét növeltük, ami nem volt ilyen
a rendszerváltás óta, én szerintem előtte se, ami azt jelenti, hogy nagyobb lett a városnak a területe, és olyan iparterületekkel, amik már a mi tulajdonunkban voltak korábban is, csak nyilván, hogyha másik közigazgatási területen van, akkor hiába értékesítjük meg, fejlesztjük meg őket, az iparizési adó nem hozzánk folyt volna be, így viszont hozzánk folyik be, de mégis jó söpte településnek is, mert nekünk van rá forrásunk, hogy megfejlesztjük, és ők pedig arányosan 11%-ot kapnak a bevételből, tehát sikerült egy mindkét fél számára jó egyességet kötni, és a cégekkel is elindultak a tárgyalások, kiderült, hogy rengeteg érdeklődő volt már az előző ciklusokban is, és nagyon csodálkoztak, hogy miért nem tudnak fejleszteni és bővülni, most viszont, hogy itt van az adottság, akarnak. Nekünk meg az a kutya kötelességünk, hogy kiszolgáljuk mindezt. Ez egy bonyolult és komplex feladat, mert nem csak területértékesítésről beszélünk, hanem tulajdonképpen vissza kell forgatnunk a pénz egy jó részét, hogy a közműfejlesztések után újabb területeket tudjunk értékesíteni. Ráadásul úgy szeretnénk, hogy leginkább szombathelyi, meg szombathelyi közeli vállalkozóknak, és környezetbarát fenntartható beruházások legyenek. Egyszerre kell odafigyelni mindenre. Úgyhogy igen, ez is egyfajta siker, amiben egyébként Horváth Attilának volt komoly szerepe a letárgyalásnál. Mind ahogy a busznál kell mondjam, hogy Horváth Csoma a polgármester úr volt, aki ennek volt a végigkísérője, és a közösségi bérlakásrendszer, meg a házi orvosi életpályamoda pedig László Győző a polgármester úrhoz kötődik, tehát az alpolgármesterémnek a munkáját így is tudnám kötni, meg még sok minden mást is, és ugyanez igaz a tanácsnokokra is. 1000 fa programot említettem, melyek azok a területek, témák, amelyek kapcsán többet lehetett volna tenni, de valami akadályozta? Hát ami forrás kérdése elsősorban, mert míg mondjuk a fűnyírásnál, ami szintén a lakosságot érdekli, az első évben le tudtunk tenni pénzt, és az látszott is a különbség. A második évben sajnos nem tudtunk többletet, és a tavalyi év azért nem sikerült túl jól. Az idei év az meg fele más, mert már beletettük a pénzt, de az eredménye az majd csak később látszik igazából, hiszen egy flotta most érkezett meg, annak egy része modern és jó fűnyírógépek. De már azzal, hogy átstruktúráltuk az új vezetővel, az ő javaslatára magát a fűnyírásnak a rendszerét, sokkal-sokkal jobb, mint tavaly. Tehát itt azt lehet mondani, hogy voltak sikerek, de igazából még messze vagyunk attól, amit szeretnénk elérni, de a lakossági jelzések alapján is csináljuk tovább. De mondjuk például az útfelújítás az, ami az igazi nehézség, mert ahhoz kell a legtöbb pénz, saját forrás, miután a kormányzati elvonások miatt mondjuk például pont a gépjármű adót is elvonták, amit az itt lévő gépjármű tulajdonosok azért fizetnének normális esetben, hogy azok az utakban, amiket ők használnak, fektessük vissza, na hát ugye ez nincs, meg az iparizési adóból is jóval kevesebb érkezik be a kormányzati döntés eredményeképpen, kompenzációt meg nem kapunk. Ezért aztán vagy uniós forrásból tudjuk ezeket felújítani, és bele is tettük a következő 7 éves ciklusnak a top programjába, és remélhetőleg másfél éven belül ebből már lesz is kézzelfogható eredmény, vagy mondjuk azt a kormányzati forrást használtuk föl, amit viszont erre kaptuk a belügyminiszter új jóvoltából, amik 4 utca felújítását fogja jelenteni. És mondjuk játszótereknél is jelenleg inkább arra van pénzünk, hogy felújítsuk a meglévő játszótereket. A ciklus elején a parkedő lakóparknál felújítottuk pontosabban megépítettünk egy olyan játszóteret, ami hiánypótló volt ott és akkor. Ez még a 19-es döntésünk volt, amikor a közgyűlési többségből az egyik első döntésünk az volt, hogy itt nem lacafacázunk, hanem beletesszük a pénzt. De ilyen mértékű játszótérépítést nem tudtunk azóta. Mondjuk Szombathelyen nagyon sok játszótere van, és inkább azoknak a megtartással lehet az igazi feladat megminőségivé tétele. Ez folyik. Emlegette az alpolgármestereit, és az elmúlt 2,5 évben számtalanszor beszélt arról, mennyire büszke a csapatára. Ugye ez a városvezetés egy széleskörű együttműködésből nőtt ki, de országos szinten látjuk, hogy ez mennyire ingatag tud lenni. Megmaradt ez az egység, ez a jó közös munka? Hogyan látja ezt? Abszolút. Mi tényleg egy csapatként kezdtük, és csapatként vagyunk most is. Igazságtalan dolog valójában, hogy csak az alpolgármestereket mondanám, azért mondtam, hogy a tanácsnokok is, a bizottsági elnökeink is, mindenki teszi a dolgát a legjobb tudása szerint, és igazából mindenkihez tudnék kötni jó dolgokat. Mondjuk azt mondtuk, most csak héten eszembe jut, hogy szeretnénk, hogyha tisztább lenne a város, és mondjuk a bűnmegőrzési bizottság elnöke Kereme Krisztián és Németh Ákos együttesen, aki ugye a zöld tanácsnok, küzdenek azért, hogy mondjuk a parkerdőben kamerák vannak, hogy a szemetelőket megtaláljuk, és hogy meg legyenek büntetve, holott már a közterületfelügyeletnek egy kormányzati döntés miatt nincs jogosultsága büntetni, mert ezt is ígértük, hogy szigorú büntetés. De ezzel azt tudtuk tenni, hogy sokkal alaposabb megfigyelés, és több utána
járás és hát elfogás történik. Az új közterület felügyeletvezető kiváló munkát végez, Ágoston Sándor. Tehát igazából én amerre nézek, azt látom, hogy mindenki rendesen dolgozik, és amit csak tud, azt megtesz. A testvérvárosi kapcsolataink is nagyon jól működnek, ezt Szuhai Viktornak köszönhető, Bokányi Adrián pedig Tanácsnok asszony egész egyszerűen a jövőbe fektető dolgainkat intézi, tehát a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos programot, ami egyébként szintén unikális a városok közül, azt meg ő gondozza és dolgozta ki leginkább, amivel el tudunk menni tárgyalni. Úgyhogy minden területen vannak igazából eredmények. A civil szektorba sikerült sokkal több pénzt betennünk, és igazságosabb az elosztás. Pucz Attila az, aki ezt folyamatosan nyomon követi, és az igazságosság meg a tárgyalás mentén teszi. Ő civilként került be ugye a közgyűlésbe, és ezt hozza is ezt az attitűdöt tovább. Sorolhatnám. Áprilisban megéltünk egy önkormányzati országgyűlési választást, elnézést. Elsöprő Fidesz győzelem, Szombathelyen Hende Csaba nyert. Mennyire volt ez meglepetés, mennyire mondható, hogy Szombathely egy polgári konzervatív város? Én mindig is ezt mondtam, hogy Szombathely, de inkább úgy mondanám, hogy Nyugat-Magyarország alapvetően konzervatív attitűddel rendelkezik. Ez egy szociológiai kérdés, de mégis Szombathely ez a város, amelyik sokkal inkább úgy gondolkodó város, hogy azért azt is megnézi, hogy pontosan mi történik, és nem csak ez alapján, az attitűd alapján tud választani. És azért, amikor helyben az önkormányzat szereplőit választják ki, akkor mindig más eredmény születik. Ez volt még akkor is, amikor mondjuk nem nyertünk, de sokkal szorosabb eredmények voltak, mint máshol. Egyéni körzeteket nyertünk, már az előző ciklusban is a felét megnyertük. Egyszerűen értékelték az emberek azt a munkát, amit beletettünk. Aki nálunk képviselő volt, ami frakciónkban, azt mindig újra választották. Ugyanez nem igaz a Fidesz frakció esetében. Tehát nem volt elég az önkormányzati választáson a pártlogó, hanem az is számított, hogy milyen az ember és hogy mit csinált. Úgyhogy ez az, amire alapozunk a következő önkormányzati választásnál. Minden képviselőnk dolgozik, a maximálisat hozza ki magából, és még olyan körzetekben is, és akkor most Tóth Kálmánt is mondom, amelyik tényleg klasszikusan konzervatív, ez látszik az országgyűlési választásnál, látják, hogy az a képviselő egy közülük ott lélegzik. Ha rossz a közösségnek, neki is rossz, ha jó, akkor neki is jó, és tesz érte, hogy legyen jobb, és azt hiszem, hogy az ott élők ilyenkor túllépnek azon, hogy alapvetően ő nem a jobboldali értékeket képviseli, hanem de elsősorban a körzet értékeit képviseli, és a körzet lakókat segíti, és ezért aztán megválasztják, és ez kihat a polgármester választásra is. Úgyhogy mi így vagyunk egy közösség, hogy valójában egymásért küzdünk, mindenki válvetve, és hogyha egy sziklán kéne állunk sorba, akkor mindenkit maga mögé engedne, mert tudja, hogy nem lelöki, hanem inkább visszahúzza, hogyha baj van. Mennyire lehet jósolni 2,5 évre előre, 2024 ősze önkormányzati választás? Mennyire lehet benne az a kockázat, hogy az emberek az alapján gondolkodnak, hogy ellenszélben nehéz boldogulni, és mondjuk másként választanak majd? Biztos ez a legnagyobb feladat, hogy erről meggyőzzük a választókat, hogy érdemes ránk szavazni. Alapvetően szerintem a választás egy érzelmi kérdés, és ebben nem állunk rosszul, azt mutatják a kutatások is, meg én látom, akárhol járok, az ember azért látja, hogy mondjuk milyen tetszés nyilvánítás van, csak már egy tapsból, hogy ha valahol ott van, meg hogy hányan jönnek oda, mennyire közvetlenül tudunk beszélni. Ezek egyértelműen számítanak. Hogyha abban indultak volna ki, hogy kormánypárti azonos színűt kell választani, akkor meg se választottak volna minket. Tehát igazából a helyzetünk nem lett rosszabb, Fidesz kétharmad idején érkeztünk, most is ez a helyzet. Az látszik azért, hogy valószínűleg a 2,5 év munkának eredményeképpen itt nem nőtt a Fidesznek a támogatottsága. Tehát Hende Csaba ugyanannyi szavazatot kapott, kicsit kevesebbet is, mint 4 évvel korábban, és ezért az országban talán az egyetlen megyőjogú város, ahol nem nőtt a fideszes jelöltnek a támogatottsága. Hát nem véletlenül, hogy Hende Csaba végül is a második legrosszabb jelölt volt Fidesz szempontból. Még úgy is mondom, hogy nyilván egyértelmű volt az eredmény, meg az ő győzelme, ez így is egy magas győzelem volt, de hogyha saját magához hasonlítjuk össze, meg mondjuk a Fidesz listához, akkor egyéni jelöltként kimondottan egy rossz jelöltje volt a Fidesznek, de ez nem a mi problémánk, ez legyen az ő problémájuk. Már a választások éjszakáján az eredmények ismeretében Hende Csaba elmondta, hogy kinyújtja a jobbját és felajánlja együttműködését, közben utána ön is elmondta, néhány nappal később nyitva áll az ajtaja képviselő úr előtt. Találkoztak már azóta?
rendezvényen, a Herényi Virágúton találkoztunk, meg szerintem fogunk is most még a közeljövőben. Hát én azt gondolom, hogy igen, vannak a szavak, de a szavakon túl nyilván kellenek a tettek is, ahhoz be kéne jönni az első lépést. Tehát, hogy engem tényleg bánt az, és nem saját magam miatt, hogy egy szombathelyi országgyűlési képviselő nem jár el a szombathelyi közgyűlésekre soha. Tehát azért ott vannak olyan javaslatok, amiben szerintem igenis lehet beleszólása, javaslata, ötlete. És most több olyan választási ígérete is volt, ami szintén a közgyűlésen keresztül kell, hogy elinduljon, ez megtörtént. Várjuk a visszajelzést, hogy tényleg komolyan gondolt-e vagy sem, mert nyilván a szombathelyi érdekét nézzük valamennyien. Tehát az ajtó nyitva van, én biztos, hogy tudok együtt dolgozni vele, nyilván nem leszünk sohasem barátok, és ez nem is cél, de a város érdekében, konkrét ügyek mentén ez meg tud történni. Hogyan látja, hogy az újabb kétharmadban hogyan alakulhat az ellenzéki városok helyzete? Megmarad-e ez a kettősség, hogy a Fidesz vezetésű városok több fejlesztési támogatást kapnak, az ellenzékiek megkullognak ezután? Hát reménykedhetünk, hogy nem így lesz. Én azt érzem, vagy látom, hogy van egyfajta konszolidációra volt törekvés. Talán azért, mert nagyon nyert a Fidesz, és talán ez azt hozza ki, hogy van egyfajta magabiztosság, hogy nem baj az, hogyha léteznek ellenzéki városok is ebben a térben. Valószínűleg azért is, és ezt se rejtsük véka alá, mert az unió irányából is van egyfajta nyomás, és most igen nagy szükség van az unió támogatására ebben a gazdasági helyzetben, és az ellenzéki városok azok ilyen szempontból meghatározóak tudnak lenni, hogy mi a véleményük, nem helybe, mert nyilván helybe a véleményünket, ha nem akarják figyelembe venni, nem veszik figyelembe, de mégis ez meg túlmutat a helyi viszonyon. Tehát egymásra vagyunk utalva egy kicsit. Én azt gondolom, hogy nekünk ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben partnernek kell lenni. Tehát Szombathely az a város lesz, aki, hogyha a kormányzat kéri, segíteni fog, abban, ami fontos számukra is, egyébként nemzetgazdaságilag is fontos, hiszen végsősorban a Magyarország lakóiról beszélünk, és ezt szeretnénk egyébként viszonzásként is kapni. Biztatások vannak, de hát most áll föl még csak a kormány, most derül ki, hogy melyik terület kihez tartozik. Én optimista vagyok például Navracsics Tibor esetében, mert ővel már dolgoztunk együtt, ő volt ugye Nyugat-Magyarországnak a gazdaságfejlesztésért felelős biztosa, és ő például nagyon jónak találta a Szombathely 20-30 programot, ezt vissza is jelezte, tehát tudja, hogy kik vagyunk, már letettünk valamit az asztalra, így egészen más lesz majd tárgyalni. Azt tudjuk, hogy az 5. Orbán kormányban külön minisztériuma lesz majd az uniós ügyeknek, uniós forrásoknak, és ez kulcskérdés lesz, hogy mennyi közvetlen, illetve közvetett uniós pénzhez juthat Szombathely is. Együttműködnek majd a pénzszerzés területén is a kormánnyal? Mi a remény ezzel kapcsolatban? Ez a céluk. Több módon lehet uniós forrásokat szerezni, vannak a kormányon keresztüli, meg a közvetlen források, mind a kettőben érdekeltek vagyunk. Kaptunk már közvetlen forrást, ha nem is sokat, de egyébként jó célra, de szeretnénk elérni, hogy még többet lehessen kapni. Ne csak azt, hogy kapjunk, hanem még csak ott tartunk, hogy lehessen kapni, de ezeket mind fejlesztésre fordítanánk értelemszerűen. És egyébként a kormányzaton keresztül lévő top források ügyében most lesz majd a közgyűlésen a következően a júniusin erről döntés. Itt a megye véleményének a kikérése után, mert ugye itt a megyékhez telepítették most ezt a forrást, de ezt nyilván a megyei jogú város is kap belőle, akkor tudjuk letenni az asztalra, és látják a szombathelyiek, hogy mi mire kértünk. Nem lesz nagy meglepetés, a nagy része az útfejlesztésre megy. Amennyit csak a keret enged, azt mind erre akarunk költeni, több mint 8 milliárd forintot. Hende Csabáról beszéltünk, de van a térségnek egy másik képviselője is, aki majd a parlamentben fel tud szólalni bizonyos ügyekben. Kicsit nem igazán figyeltünk rá a kampányban, és némileg meglepetés is volt. Balassa Péterről van szó, aki az ellenzéki összefogás listájáról jutott az országgyűlésbe. Milyen ő vele a kapcsolat, hogyan tervezik az együttműködést? Beszélgettek-e már erről? Súranó pályán, ugye? Igen, így szokták mondani sportnyelven. De igazából nem az érdekes, hogy került oda, hanem hogy mit fog letenni az asztalra. És nyilván partnerek leszünk abban, hogy tudjunk mi segíteni neki mi is, mint város, és persze azt várjuk, hogy ez fordítva is így legyen. Egy ellenzéki képviselőnek a parlamentben azért kicsi a mozgástere,
de hangot tud adni olyan problémáknak, amik a városnak fontosak. Tehát én ezt gondolom, hogy ezt lehet elvárni egy ellenzéki országgyűlési képviselőtől, hogy legyen jelen, ha kell, kirincseljen. Beszéltem már Péterrel, egyrészt nyilván gratuláltam neki telefonon, de személyesen is találkoztunk már, hogy nézzük meg, hogy mit tudunk esetleg együtt csinálni. Én azt gondolom, hogy az a helyes, hogyha jobban részt vesz a város életében, amiben mi tudunk értelemszerűen segíteni rendezvényeken. Hívtam is már egyre, csak akkor éppen külföldön lesz, azt már látta előre. Meglátjuk, hogy a következő évek mit hoznak ebbe. A viszonyunk az teljesen normális. Ugye a közgyűlésben külön indultunk, tehát ő a Proszavária mellé tagozódott be a Jobbik, és mint ilyen bejutottak így együtt, de csak egy képviselőt tudtak adni, de a bizottságokban jó pár jobbikos van. Én szerintem egyébként, hogyha a pártokat néznénk meg, akkor jobbikosból van a legtöbb. Ha csak pártot néznénk a testületbe, bizottságba, felügyelő bizottságokba. Tehát a munka az ilyen értelemben közös. Lehet ezt még jobbá tenni, ezen is fogunk dolgozni. Mit gondol arról, hogyan alakulhat az önkormányzatiság jövője? Mert hogy az elmúlt években volt egyfajta törekvés a kormányzat részéről, vagy legalábbis az ellenzéki városok, és Szombathely is megfogalmazta ezt az aggályát, hogy bedarálják az önkormányzatokat, folyamatosan veszik el a bevételeiket, folyamatosan elkerülnek a jogok, döntési jogkörök. Mi lehet a jövő ebben az 5 évben? Hát ez egy kormányzati döntés lesz, ami még nincs meg. Hát ami a legrosszabb történhet velünk, ami nyilván a félelmünk, hogy az iparőzési adót elveszik. Azért van ez a félelem, mert Parak úr, aki ugye az iparkamarának az elnöke, ezt a Megyei Jogú Városok Szövetségének, ahol az összes Megyei Jogú Város polgármester ott van, ülésén legutóbb elkezdte mondani, csak aztán leállította az elnök, és neki esett az összes fideszes polgármester, vagy többen is, hogy eszébe ne jusson az iparőzési adóba gondolkozni helyettünk, nélkülünk. De én mégis félek ettől, mert azt gondolom, hogy ezt nem Parahul maga dönti el. Tehát, hogyha lesz egy ilyen döntés, akkor ezt végig fogják vinni. Akkor azért vagyunk igazán nagyon nehéz helyzetben, mert hogy Szombathelynek az adók közül az iparőzési adó az ereje. Vannak más városok az idegenforgalmi adó, vagy vannak, ahol kommunális adót vezettek be, ami ugye a lakosságot közvetlenül terhelő adó. Szombathelyen ilyen nincsen, és nem is tervezünk egyáltalán semmilyen adót bevezetni. Az építményadó is nálunk a cégeket sújtja, meg inkább a nagyokat sújtja, hogy van egy minimális határ, ami alatt nem kell. De a kormány valamiért mindig az iparőzési adóra megy rá. Hogyha azt teljesen elveszi, és egy új felosztást csinál, akkor a nyugat-magyarországi erős városok ennek vesztesei lesznek, mert hogy mi ugye a saját erőnkből, meg hát nyilván az adottságainkból ki tudjuk hozni a maximumot. Tehát amikor egy új cég érkezik, akkor ebbe pénzt teszünk bele először, ahogy a Schaefflernél is, 500 millió forint értékben körülbelül építettünk utat és tettünk bele infrastruktúrát, ami megéri hosszú távon értelemszerűen, hiszen az iparőzési adó formájában visszajön. De hogyha elveszik az iparőzési adót, mi meg beletettünk egy csomó pénzt, akkor az mérthetetlen igazságtalan. Tehát ez nagy félelem. Így is nagyon magas az a szolidaritási adó, amit ránk terhelnek, és aminek maga a fehérvári polgármester, aki azért baloldalisággal nem vádolható, mondta, hogy nem látja, hogy az hova megy. Tehát ha erősebb városoktól elvesznek ennyi pénzt, tőlünk például 2,7 milliárd forintot elvesznek a 9 milliárdos bevételünkből, és abból még 1,2-t meg egyébként ugye visszavett már eleve a kormány az elvonások miatt. Na most, hogy ez hova megy, mert normális esetben a többi önkormányzathoz menne, de valójában a nagy kalapba megy be. Tehát, hogy ez az egyik, a másik pedig, hogy magát a választásnak a struktúráját változtatják meg. Tehát úgy ebbe a formájába nem lesz önkormányzat, akkor érzem azt, hogy megint baj van. Mert hogyha a kormány politikai gondolkodásmód alapján változtatja meg a rendszert, az biztos, hogy baj. Én azt remélem, hogy ez nem fog megtörténni. Polgármester úr kis túlzással több időt kapott a közmédiában az elmúlt 1-2 hétben, mint a komplett ellenzék az elmúlt 4 évben. Hogy sikerült mindezt elérni, és lesz-e folytatás? Kossuth Rádió, M1. Igen, ez egyébként egy napon történt, mert ugye úgy kell elképzelni, ezt én sem tudtam, hogy egy légtérben, vagy egy helyen van, egy nagy épületben van a Kossuth Rádió és az M1, tehát csak át kell sétálnom az egyik helyről a másikba. Kaptam meghívást most először, én pedig olyan vagyok, aki ha kapok, akkor elmegyek. Igazából téma megjelölés sem volt,
tehát ott tudtam meg, hogy mi lesz a téma. Gondoltam, hogy nem a legkedvezőbb téma lesz, mert hát mégiscsak egy választási vereség után vagyunk, tehát itt azért az ember szép lehet, de okos nem, majd szokták mondani. De most már átmentünk ezekbe a mondásokba, hogy az a legény, aki kapja, vagy állja, és nem az, aki adja. Én azt gondolom, hogy akkor is el kell menni, hogyha nehéz helyzet van. Szerintem lesz még ilyen beszélgetés, de csak érzésre mondom. És hogy mi az oka? Hát most, ha rossz mája akarok lenni, akkor az, hogyha egy éves átlagot néznek, hogy mennyit szerepeltek az ellenzéki képviselők, vezetők, polgármesterek, akkor az áprilisig tartó időszak és az április után tartó időszak számít egy évnek, akkor lehet, hogy ki fog jönni egy jó átlag, csak nyilván nem ugyanaz az értéke, mint hogyha választás előtt mehetett volna be ellenzéki képviselő. De én ebben is úgy vagyok, hogy tényleg húzunk egy vonalat, és előre nézve szerintem nekem érdekem az, hogy elmagyarázzam, hogy az önkormányzatiságban mondjuk például mi lenne a teendő, hogy a saját városomnak tudjak segíteni, és azt nem csak az ellenzéki csatornákon kell megtenni, ha kapok meghívást, menni fogok. Ha már kommunikációról beszélünk, itt a helyi Fidesz-KDNP frakció kinyilvánította, hogy bojkottálja a városi médiát, és sem a Szombathelyi Televízióban, sem a Szavária Fórumban a jövőben nem kíván megjelenni. Született egy Facebook poszt is egy kukába dobott lapszámról. Mennyire tartja ezt jogosnak? Hát én ezt lehet, hogy nem szépen hangzik, de ezt butaságnak tartom. Tehát azt gondolom, hogy győzni és méltósággal kell, jobban megmutatja, hogy milyen ember az, aki a győzelem után hogyan viselkedik, meg veszteni is méltósággal kell tudni. Ezt egy olyan értelmetlen bosszúnak gondolom, aminek nincs is alapja. Tehát, hogyha visszamegyünk az időbe, és azért a szombathelyiek is tudják, de hát mi, akiknek a bőrére ment, még inkább tudjuk, hogy a korábbi ciklusban, amikor ellenzékben voltunk, szinte soha nem kerültünk be a városi, se a televízióba, se az írott médiába, ami aztán meg is szűnt, ugye a Szavária Fórum, mint ilyen, meg a Szombathelyi Hét volt, meg nem is tudom, hogy milyen módon volt, abban már egyáltalán nem is tudtunk bekerülni. Egyedül én voltam, aki ilyen frakcióvezetői, közgyűlés utáni frakcióvezetői vitán részt vettem, de rajtam kívül képviselők egyáltalán nem. Tehát én szerintem az problémás időszak volt. Úgyhogy egyébként a képviselői helyek felét megnyertük, és 2%-on belül kapott ki Ipko és György, tehát a szombathelyek nyilvánvalóan azt akarták, hogy a másik véleményt is lássák. Én azt, nekem meggyőződésem, hogy nem így működött a tévé sem, és a Szavária Fórum sem ebben a 2,5 évben. Volt idő, amikor külön dicséretet kaptak a közgyűlésen, volt emlékszem rá a Trianon, külön számért volt egy nagyobb lelkesedés, hogy ilyen lehetett. Minden képviselő, egyéni képviselős listás is meg volt kérdezve, amennyire én láttam. Az én életemet nem követi mindennapokban se a tévé, se a Szavária Fórum, tehát nem úgy van, hogy egy állandó vendég vagyok, most vagyok itt másodszor ebbe a stúdióba, és szerintem az előzőben is egyszer voltam mindösszesen, tehát hogy nem telepedik rá se a polgármester, se a többségi frakció a médiára. Az nyilván egy elvárás, hogyha valami történik, akkor azt arról értesüljenek a szombathelyiek, és én azt látom, hogy minden fideszes sajtótájékoztatóról, vagy bármilyen akcióról mindig értesültek, mert hogy ez rendben volt. Még úgy is, hogy mondjuk nem akarták, nem hívták oda a szombathelyi médiát, akkor is értesültek, mert hogy a hírekből mégiscsak megjelentek ezek a cikkek. Gondolom ez a jövőben is valamennyire, amennyire csak lehetséges így lesz. Én szerintem, aki média felületet kárhoztat saját teljesítménye miatt, az hibát követel. Tehát ahogy én bemegyek az M1-be, pedig hát igen, ő nekik itt helyben egészen más lenne. Itt összesen lehet hasonlítani a közmédiával a helyi médiát. Nem csak a forrásokban nem lehet összehasonlítani, hanem a stílusban sem. Úgyhogy én emögött azt látom, hogy van egyfajta sértettség, szerintem leginkább az országgyűlési képviselő részéről, és hát ezt a rossz döntést hozták, hogy ezt ráerőltették a Fidesz frakcióra. Biztos vagyok benne, hogy ők lesznek ennek a vesztesei. A közmédiában adott interjúiban is kiemelte, hogy új kihívások előtt áll a város, illetve az itt élők is. Milyen megoldandó feladatokat lát a jövőben, akárha a közeljövőre tekintünk, vagy a 2,5 éves ciklus végére, még a hátralévő időre? Hát szeretnénk a választási ígéreteinket teljesíteni, ahhoz pedig stabil forrásokat kell teremteni. Tehát az első dolog ezeknek az iparterületeknek a fejlesztése. Hozzuk is be a közgyűlésre egyébként ezeket a tételeket.
fenntartani mindazt, aminek értéke van, és megteremteni ahhoz is a forrást, most mint például a közösségi közlekedés, vagy a kulturális programjaink, amik szerintem sokkal színesebbek lettek, és több rétegűek lettek, és nem csak a hagyományos korábbi programokat vittük tovább, hanem van élet minden hétvégén az Éles-Szombathely program keretein belül is Szombathelyen, vagy mikor nyitott városház, amit megteremtettünk, és ténylegesen ingyenesen látogatható városházi koncertek vannak, sorolhatnám, hogy mi minden más. Tehát megtartani az értékeinket, amit csak tudunk, azt megvalósítani, és korszerűen mindezt, tehát előre nézve, hogy az a jövő város, amiről beszéltünk, az érzékelhető legyen, elérhető a Szombathely ponton mondjuk, hogy mi az, amit csinálunk, ugye ez az applikáció, amit le lehet tölteni, tehát hogy egy jó kedvű város legyünk, jó érzésű város, ahol a pártpolitika és a politika jobban háttérbe szorul, és sokkal inkább az az élet, amit most már végre így a Covid után mindannyiunknak meg kéne élni, hogy kicsit érezni is azt, hogy élünk, és nem csak a robot, meg a hazamegyünk, meg a fásultság, hanem hogy úgy tudjuk értékelni egy kicsit magunkat, a családunkat és a városunkat. Tehát nekem ez a célom, hogy egy ilyen város legyünk. Két fontos témát említsünk még, amelyek majd a következő hónapokban, években fogják magukat kiforni, de már azért jócskán elindultak. Útfejlesztések. Nagyon sok kritika éri a város úthálózatát joggal, és a legutóbbi közgyűlésen megegyeztek abban, hogy 15 milliárd forint támogatást kérnek a kormánytól. Azt a pénzt kérik, amit Zalaegerszeg is megkapott erre a célra. Mik a remények ezzel kapcsolatban, mert hogy túl sok bizakodásra talán nincs ok? Ugye nehéz helyzet van a kormány is, tehát tegyük azt hozzá, hogy nem látszik, hogy a következő időszakban mi lesz, mert nagyon túlígérték magukat, komoly az inflációs helyzet, hihetetlenül elmentek az energiaárak, tehát amivel nekünk meg kell küzdenünk most, hogy a cégeink, intézményeinknek dupláron kell fizetniük a gázért, és sorolhatnám, lekötni kapacitásokat szinte lehetetlen normális áron. Tehát ez az országos helyzetben vagyunk, és mégis azt látom, hogy muszáj lesz fordítani az utakra, és ezt talán a kormányzat is átérzi. Hogyha nem kérnénk erre támogatást, akkor bolondok lennénk, mert akkor azt lehet mondani, hogy hát még nem is kértek. Ha nem 15 milliárd, de mondjuk 3 milliárd jönne be, vagy 2, azzal is tudnánk azonnal mit kezdeni. Az uniós forrásokra alapozunk, azt be is tettük, és azt meg is fogjuk kapni, és ennek lesz is tényleg eredménye láthatóan, de annyira rossz a helyzet egyébként az utaknál, hogy semmilyen forrás nem lenne elég. Tehát a járda felújítási program, amit elindítottunk, az egy jó program lesz, és látszani is fog az eredménye, de az utak azért az mégiscsak más kategória. A kormányzati forrásból 4 utat fogunk most felújítani, és az uniós forrásból pedig még jó sokat, amit bele tudtunk tenni, kisebbeket is, de még ez se lesz annyira érzékelhető összvárosi szinten, annyira komoly változtatás szükséges. Tehát, hogyha bevezettünk egy jó buszjáratot, annak menni is kell valahol, mert különben folyamatosan szerelni kell a buszokat is, ahogy mondjuk a saját autóinkkal is ezt éljük meg. Úgyhogy igen, ez a legkomolyabb restancia, de ezt önmagában egy város és egyik város se tudja. Én nézem az összes többi várost, mindenhol ez van, mindenhol ez hallatszik. Még Székesfehérváron is probléma mondjuk a parkfenntartás, hogy miért ekkora a fű, miért nem, hogy az utaknál lehetne még ez, meg az jobb. Tehát, hogy ez az a terület, aki ide jön, az igazából sikerélményt nagyon nem tud bekasszírozni, mert hogy ahogy megvan valami, mindjárt jön a következő dolog, de ezt tudtuk, amikor az egészet elvállaltuk. Tényleg azt tudom mondani a szombathelyeknek, hogy az összes szabadon álló forrásunkat erre fogjuk fordítani. Van viszont egy Szombathely specifikus téma, ami a kampányban is kulcs szerepet kapott, ez pedig a volt városi strand beépítésének ügye. Lesz itt parkoló? Nem rajtunk múlik most már. Ugye itt visszamenve egy mondatot, amikor forrásokat akarunk a működésre szerezni, akkor amikor nincsen semmi más, akkor az iparterületüket értékesítjük, meg azokat az ingatlanjainkat, amik úgy piacképesek, hogy szeretnénk, hogyha ott valami történne is. Tehát nem azokat, amelyeket mondjuk bérbe lehet adni, vagy jelenleg is bérbe vannak adva és hoznak, hanem amelyik szabad területen vannak. Ilyen csomót állítottunk össze, köztük olyan ingatlanokkal, amik kimondottan
hát nem voltak annyira kedvezőek, és sok licitáns sem mentek el különböző okokból. De tettük bele jobb ingatlanokat is. Ez a városi strand területe, ami csak egy kicsi része egyébként a városi strand résznek, ha sokan azt összekeverik, hiszen ott ugye az orvosi ellátó, alapellátó van, meg most épül a bölcsőde, és ez egy sarok rész. Ez egy ilyen dolog volt, ami egy csábító erővel bírt, de egyébként meg 30 éve senki nem csinált vele semmit se, borzasztó állapotban lévő terület betondarabokkal, meg stb. Nagyon nehezen, de sikerült elérni a vállalkozóval, hogy miután az egész csomagot megvette, és a rossz részek ott maradnak nála, mégis bizonyos feltételekkel visszaadná a városnak. Sokan meglepődtek, hogy ez egyáltalán sikerült, de ez azért sikerült, mert igazi, normális, lokálpatrióta vállalkozóról beszélünk, aki hát szegénynek már kicsit elegedett itt közben a politikai csatába belekeveredett, de mégis még mindig tartotta azt az álláspontot, hogy augusztus végéig, amennyiben ezt mi megvesztük tőle, mint város, kifizetjük a költségét, ugye ezt ígérte Hende Csaba, hogy ezt is megtesszük, és megígérjük, hogy ott parkolót fogunk építeni garanciával, akkor ő ezt visszaadja. Tehát valójában több hónapunk van arra, hogy ez megtörténjen. Most innentől kezdve Hende Csabánál pattog a labda, hogy az ő választási ígéretét teljesíti-e. Ugye azt mondta, hogy Gulyás Gergely tett egy ilyen ígéretet, ezt ugyan nem hallottuk sose a miniszter úrnak a szájából, de az ő szájába adva mondta el különböző jobboldali médiumoknak Hende Csaba. Mi úgy jártunk el, hogy ők kértek, írtunk Gulyás Gergelynek, megegyeztünk a vállalkozóval, az adásvétel megszületett, azzal a feltétellel, hogy nyilván a forrást a város nem tudja kifizetni, egy kormányzati döntés, ha már garanciát vállal arra, hogy lesz forrás, akkor a későbbi kifizetéseink terhére, mondjuk augusztus vagy decemberbe kell mondjuk busz a közlekedésre szánt forrásnak egy részét kifizetnünk, azt ki tudjuk fizetni előbb, hogyha kapunk rá garanciát, hogy a kormány mondjuk december 31-éig kifizeti a tereknek a vételárát, akkor az adásvételi szerződés megtörténik. Innentől kezdve ez egy tiszta beszéd. Ha van kormányzati szándék, akkor meg tudják tenni, ha nincsen, akkor ez egy kampány ígéret volt, amelyik elszállt a semmibe. Mi ennél többet ebben nem tudunk tenni. Nyilván azért adtunk el az ingatlan csomagot, mert pontosan tudtuk, hogy egy csomó minden másra meg kell a pénz, és most nem fogunk visszavenni azért a járdafelújítási programunkból, hogy kiadjunk valamire pénzt, amit utána sok-sok éven keresztül megint nem fogunk tudni megfejleszteni. Várjuk a fejleményeket. Nemény András polgármester úrnak köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a beszélgetést. Szerintem fogunk még találkozni itt a stúdióban, lesz miről beszélni. Én köszönöm. És a ciklus második felére természetesen eredményes munkát kívánok. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, viszontlátásra szép estét kívánok.